Még egy perc van hátra. És akkor kezdődik. Teszt. Hangteszt. Teszt. Hangteszt. Jó. Puppets. Zsír. Na, várok még egy picikét. Esetleg valaki betoppan az elején. Kell adni egy kis akadémiai késist. Kell adni egy kis akadémiai késist. Ó, sziasztok! Üdv a streamben! Már most kétszer annyian vagyunk, mint ahányra számítottam, úgyhogy induljon is! Lássunk el egy gyors rakodás, szállítást. Huha. Kezdjük. De kezdet nehéz. Legutóbbi fuvarom 8000 eurót hozott, ez csak 3-ot. Kicsit gyalázatos. Ez van, ezt kell szeretni. Motor bekapcs. Hol van ez a trailer? Van mellett. Á, ott van. Azt sem tudom, mit fogadtam el. Milyen trailer ez. Faszín, vagy gumi abroncsok, mi ez? Or, a szemet. Tartsuk be szépen a kressz szabályait. Akarunk baleseteket. Jó, balról mehet. Király. Első akadály kis, pipa. Zsákba van a macska. Ezt nem tudom, mely mondtam. Nálatok mi újság? Nyugodtan írjatok kommentet, nem harapok. Legalábbis azt még nem találták ki. Hogy neten keresztül harapjak. Kicsit előrébb mentem. Csicska. Ó, basszus.
lemaradtam. Na, lehet fogadni a kommentekbe, hogy hányszor fognak megbüntetni gyorshajtási. Basszus. Hát ez... Ez már benéztem. Ez csúnya volt. Ez csúnya volt. Innentől könnyű. Már vártam a hétvégét. Hosszú volt ez a hét. Itt majd le kell kanyarodnunk jobbra. Busz után. Úgy látom, hogy így haladok, akkor kikerülöm a buszt. Basszus, most már jó lenne tampolni is. Úgy, jobb oldalig beállom. Sokat fogyaszt ez a bestia. Töltsük. Tele kérem. Nem is tudtam, hogy ilyen részletes ez a benzinkút. De nem dohányozni tilos, meg egyéb táblák. Láthatók. Király. Befejeztük. Mehetünk is tovább. Az 1100 eurót fizettünk. Mi az egy kamion sofőrnek? És ismét a pályán. Megyünk át a csehekhez. Tudáltam ismerősömnek. Ez a pop szakma. Legközelebb el kéne mennem megjavítatni most már. Megsérültem múltkor, amikor néztem a stream visszajelzéseket, és neki mentem a falnak. Értem már jobb időket is. Ez
a sárga kocsi miért megy ilyen lassan? Azért. Szia, szívem. Hát te is jöttél. Ilyen szép ez a tájkép. Most hátra dőlhetek, azt aludhatok egyet, amíg megyek a pályán egyenesen. Mizu, mizu, mizu. Üdvözlet a streamemben. Oha. Gyors mentés. Itt egy körforgalom. Király. Dugó van. Hány kressz szabályt sértek meg? Eddig egyet se. Ezt megúsztam. Megy a vonat. Kicsit túlléptem. 60-ra megyek. Ezt még el kéne írjam. Ezt vajon elérem-e? Már el. És itt egy is balra kell fordulnom. Szemben nem jön semmi. Na, hová kérik a szállítmányt? Egyenesen hátra. Jól. Be lesz parkolva úgy, ahogy azt kívánják. A logisztikázni. Easy. Egyből betolattam szépen, és kapom a lóvét. Hát igen, ez rövid távú volt.
abban a városban nem adtak sok pénzt. Na de ha már itt vagyok, akkor nézzük már meg. Hát ja, sok mindent károsult. Tisztátság. Hát most nem érdekes. Úgyis akarok majd új kamionettet venni. Esetleg ezt még nem láttam. Ilyen utánfutó kiegészítéseket tudok venni. Ha. Hát, már ha lenne saját utánfutó. Ennyibe kerül. Sziasztok, üdvözöllek a streamembe. Ilyen sokkal még nem voltunk. Azt a rohadt. A három is van egybe. Meg azt annak nem tudom mi értelme, hogyha van saját utánfutóm, az a több pénzt kereshetik, vagy valami, nem tudom. Egyelőre csinálom a jó kis egyszerű szállításokat. Ez jó lesz. És fogadjuk. Katowice-ben azt hiszem nem is voltam még, úgyhogy kéziféket kiengedem. Hol van a? Ja, át kell mennem a másik céghez. Föl kell vennem az utánfutót, azt mehet a kaland. Brutál a gyorsítása ennek a kamionnak, amikor nincsen utánfutója. Hopp, gyorsabb voltam. Na, gyere már. A körforgalom. Beveretek, aztán mi lesz. Hopp. És itt kilépünk, hogyhogy... Ajt. Újra. Kapok valami újat, kinyílik. Ja, tudom. Valakit angazsálni vezessen helyettem. Több pénzt lehet keresni. Ah, szia! Kecsei 42. Multizni? Hát nem próbáltam még soha. Igazat megmondva. Neten láttam néhány videót, az eléggé visszataszított, mikor láttam, hogy senki nem tartja be szabályokat, és neki ütközik mindenkinek. Kulturális szerveren szívesen játszanám multiba is. Na, itt van ez a rossz fiú. Megint nem tudom, hogy mit szállítok egyébként.
tegyük fel. Használt műanyag. Újra hasznosítás, világnapja. Nemrég volt. Úgyhogy... nézzük, nézzük, mehetek-e? Mehetek? Ezt már nem érem el. Csak gurulhatok előre igazán. Tökéletes. Hát igen. Én is azt tapasztaltam, főleg mikor láttam ilyen összefoglalót a YouTube-on. Köszi. Vannak, akik moddolják a kamionokat, azt mennek 100 fölött, 120-30-a, és akkor neki mennek szándékosan másoknak. Tönkre teszik az egész rakományt, minden. Egyrészt vicces, másrészt szomorú. Hát nem tudom, én láttam olyan szervereket a videókban, ahol villámgyorsan mentek, szerintem ott vagy modolták, vagy hackelték, nem tudom. Jó, basszus! Ja, épp hogy. Nem sok maradt. Magyarországon ilyenkor már szétdudálták volna az agyamat, hogy mi nem indulok. Na. Nagyon helyes. Én szeretem a magyar kressz szerint betartani itt a dolgokat, már amennyire ez lehetséges. Vagyok egészen vicces így szabályokat betartva vezetni, mert idén lett meg a jogosítványom, azt ritkán vezetek. Addig is kicsit gyakorlom, majd ne felejtsem el. Nincs kocsim, csak alkalmanként tudok vezetni, mikor szüleimmel vagyok. De hát, fővárosban minek? Bárhol el tudok jutni villamosra, busszal. Bérlete meg úgyis van, úgyhogy... Ja, köszi szépen. Most nemrég dobtam össze egy órával stream előtt. Nem tetszett az előző verzió, sima kék cucc volt. Úgyhogy kicsit foglalkoztam vele. Pixlr-be csináltam egyébként, ingyenes webes képszerkesztőben. Egész jó kis effektek vannak, meg ilyen layerek vannak. És mindenféle verzióba le lehet menteni. Atomgyors, és egyből látod, hogy milyen eredménye lesz. Úgyhogy csak ajánlom.
Gimpel is szoktam szórakozni néha, de ha valami gyorsan kell, akkor hamar megvan a webes eszközökkel is. A leírásban írja a MyGear alatt, a videó alatt. Egyébként i5-ös procim van, 7. nem is tudom, 7. generáció talán. Egy GTX 1060-as kártyám. 6 GB. 16 GB RAM. Most vettem új SSD-t, NVMe-t, ami rohadt gyors, tehát az eddigi SSD-mtől 5-ször gyorsabb. Meg új monitort vettem, 144 Hz-et, AOC-től a G2590PX-et. Úgyhogy mechanikus billentyűzetet is nemrég vettem, azzal nem tök jó akciók voltak. Szerencsére jó, közel lakom hozzá. Ja, nagyon király amúgy a 144 Hz. Tehát eddig a 60-ast istenítettem, hogy hú, milyen jó, már amikor tévét nézek, vagy konzolon játszottam, akkor már az annyira lassúnak tűnt is akadozva. Most meg a 60 FPS-e vagyok így kb. Szóval egeret mozgatod maga az asztalon, ott is látszik, hogy mennyivel folyékonyabb az egész. Nincs összemosódás, nincs kisleltetés. Csak szép. Hát nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy utána járjak, hogy milyen előnyei vannak, meg hátrányai, meg megéri-e. A stream az most 60 FPS-be megy, de én szerintem 144-be játszom. Végkezget ez. Fú, és volt, hát közel 70 ezer volt. Nem, ahhoz képest egész jó minőséget kaptam, én féltem. Ismerősöm mondta, hogy pont ilyen vagy hasonló monitort vett, és csalódott, mert neki pulzált, meg nem volt éles a képe. És nekem meg semmi ilyen probléma nem volt. Egyszerűen jól megy. Színek iszonyat rosszak voltak. Azzal nagyon sok idő ment, mire beállítottam, hogy elfogadható színek legyenek, mert TN paneles. Hát pulzálás annyit akar, hogy villogzott, meg ilyen fragmensek jelentek meg a képernyőn össze-vissza, ahol nem kellett volna. Ilyen fekete foltok jelentek meg, meg villogott az egész képernyő. A kormány nem terveztem venni, igazából én nagyon sokféle játékot játszom, most éppen ilyen kedvem van, de egyébként én is szeretek RPG-ket is játszani, meg lövöldözős játékokat is. Úgyhogy most egyelőre nem tervezek, meg vagyok elégedve a billentyűzettel. Egeret szeretnék cserélni majd.
És te mivel szoktál játszani? Vagy milyen géped van? Teljesen korrekt játék, én nagyon szeretem. Volt egy időszak, amikor egyetem és munka után alig vártam, hogy leüljek kicsit, elkocsikázok, elvigyek egy-két rakodást, azt tök jó megpihentem. De volt, hogy be is aludtam közben. Na hát kormánya az az igazi. De viszont a kormánynál azt nem értem, hogy az hogy van ott az a körbenézés. Azt nem tudom elképzelni, hogy az hogy működik. Nyilakkal vagy? Hát a 1050 Ti 8 giga az egész jó kártya. Eurotruckhoz bőven elég. Mondjuk én pont legrosszabbkor vettem a 1060-at, amikor a legeslegdrágább volt. Pont akkor volt a nagy bányászati láz, meg kártyaválság, és nem tudtam már kibírni. Ezért a kártyámat 120-ért vettem, ahol most már 90-nél meg lehet kapni kb. Talán még olcsóban is használtam, meg még olcsóban. Jó van, erről én tehetek. Néztem a kommenteket kicsit. Aha, szóval a számokkal lehet akkor bizonyos szögeket beállítani, hogy milyen irányba nézzen arra a kamion sofőr. Ha jól értem. Mondjuk a kocsis játékokat szerintem úgy lenne a legigazibb, hogyha lenne tengelykapcsoló is, meg váltó is hozzá. Az a legfullosabb élmény. Hát igen, így vannak ezek a drága eszközök. De én amennyit használom, nekem már megtérült bőven szerintem. Úgyhogy annyira mégsem sajnálom. Nem bírta volna ki megvárni még fél évet, akkor nem tudom, mit csináltam volna.
Értem. Szóval meg lehet oldani, akkor kormány, hogy az ember körbenézen. Az király. Hát, ja, hát az lenne tényleg a leges, legfullosabb, hogyha lenne versenyülésed, ami mozog hidraulikusan, meg vannak pedálok, meg tengelykapcsoló is, meg váltó is, meg VR botolod. De hát attól még messze vagyunk, főleg a magyar fizetéssel. Ez még egy távoli álom maradhat. Egyébként szeretem nagyon a versenyző játékokat is, a Dirt Rally-t is sokáig játszottam. Az lett volna a második opcióm, tehát hogy a következő streamben majd azt játszom. Vagy, hát meglátom. Ja, több mint 500 játékom van, úgyhogy nehéz választani úgy. Nyilván nagyon sok hülye játékom is van, amivel soha nem fogok játszani, de legtöbb az... Legtöbb játék az soha nem fogom előkotolni, úgyse, de... Így is van vagy 100, amit szívesen kijátszanék, vagy gyakrabban játszanék. Ahhoz meg sajnos nincs idő. Na, király. Ilyen komolyan azért még nem foglalkozok versenyes meg vezetős játékokkal, de majd talán egy nap nekem is lesz kormányom meg pedálom. Ezt nagyon hozzá tud adni a játékélményhez. Ez tuti. Már megint itt vagyunk. Mennyibe fájnak ezek a kormányok? Mennyibe ismertem volna. Hála Istennek. Hát az megfizethető ár. Hogyha az ember kihasználja, akkor persze megéri. De ahhoz, hogy egyszer-kétszer használja, ahhoz felesleges szerintem. Köszönöm szépen. Így majd kapsz értesítést, ha legközelebb is játszok. Hát egyelőre ez most egy teszt futam, úgymond. Már egy ideje szerettem volna újra streamelni, régebben streameltem.
De most jutottam oda, hogy kicsit több időm legyen, és olyan gépem, hogy ez kivitelezhető is legyen, az internetemet is éppen tegnap váltottam nagyobb csomagra, hogy a leics feltöltést azt tudjam kezelni jobban. Úgyhogy jövőben remélem többször tudok majd játszani. Sőt, majd igyekszem, hogy többször játszok. Sajnos nem tudok még pontosan mondani időpontokat, leginkább hétvégén fogok ráérni, úgy látom. Illetve esti órákban. 7 és 10 között. Valamikor, nem azt jelenti, hogy 7-től 10-ig. Vannak más dolgok, kötelezettségeim is. De amikor ráérek persze, akkor szeretnék majd még streamelni. Várom most a barátaimat is. Egyik elfoglalt az egyetem miatt, másik meg család miatt. Majd ha nekik is lesz idejük, akkor még gyakrabban tudjuk majd betartani, játszani, szórakoztatni. Komolynak tűnik. Nekem sajnos nincs semmilyen tapasztalatom robogókkal, még soha nem vezettem, még csak személygépjárművet vezettem, meg biciklit. Érdemes, érdemes. Ha az embernek van hobbija, akkor, vagy ha haszna van belőle, akkor mindenképp érdemes újítani. Meg nem is feltétlenül csak haszonból, tehát ha az ember attól boldog, akkor csinál. Fogadta, király. Ezt is letettik a helyre. Hát azoknak mostanában elég nagy elterjedésük van, meg jövőjük is. Varsóba menjünk. Jók az elektromos járművek. Nem tudom, én egy kicsikét tartok még tőlük, amíg az infrastruktúra nem épül ki jobban. Hogy több helyen lehessen tölteni, addig egy kicsikét félek tőlük. Mert az ember elmegy hosszabb útra, azt leragad valahol, az nem olyan munkás.
Ha, füstölt a motorja. Akkor nem nagyon bírta az iramot. Ja, most már egyre több helyen van. Ez király. Csak hát az ember elmegy külföldre, vagy nehogy Isten vidékre valamerre falvakban még nem nagyon van elterjedve szerintem. Ennyi belefér. Hát, igen, minél keletebbre mész, annál rosszabb. Ott még nincsenek elterjedve ennyire. Németország, Franciaország, Anglia, arra már egészen jól le van fedve. Talán még az olaszoknál is. De megszoktam, hogy utánfutóval megyek. Egy-kettőben megugrik a sebességkorlát. Hát igen, legalább az a jó, hogy van ilyen opció, hogy házi hálózatról lehessen tölteni a kocsit. Milyen földes utak ezek itt. Ez egy nagyon-nagyon külvárosi cég lehet. Ja, ez bánya. Oké. Itt már világos. Hát nem olcsók, igen. Viszont sok helyen adnak rá támogatást az elektromos járművekre, kedvezményeket. Úgy promózzák őket. Mondjuk nekem kifejezetten tetszik az, hogy milyen gyorsan gyorsulnak. És hogy milyen halkak. Másrészt meg egy kicsit félek attól, hogy túl halka, amikor az ember lassan megy. A gyalogosok, biciklisek nem hallják gyakran. Sőt, aki fejhallgatóval megy az utcán, nagyon baleset veszélyes, hogy nem hallják, hogy jön kocsi. Na, csak leérek a lyukba. Meg már 30-as. Adjál már. Persze, stop. Jézusom, mit fogadtam én itt? Le kell gurulnom a pokolba. Hát nem tudom éppen. Azért gondolom jó sok áramot fogyaszt egy akkumulátor töltés. Ha úgy nézzük hosszú távon, az is drága lesz. Ja, sima üzemanyagnál olcsóbb, gondolom. Én eltévedtem egy picit. Csoda Skodák, amindenit. Biztos valami igazgató ki. Hát igen.
Én hallottam olyat, hogy kötelezően be fogják vezetni, hogy 30 vagy 50 km alatt mesterséges motorzajt fognak kibocsátani magukból az elektromos kocsik, hogy elkerülhetők legyenek ezek a balesetek, ahol a gyalogos figyelmetlen. Én elhiszem. Csak a töltési idő, azt még nem tudták kiküszöbölni, az nagyon sok. Nyilván, hogyha ilyet töltöd a kocsidat, akkor jó. De ha hirtelen kell valamire, és nincs feltöltve, akkor szívás. Hello, köszi szépen. Hoppá. Hát ez amikor az ember két monitorra figyel. Szia Chris Twitch. Üdvözöllek. Köszönöm szépen a követést. Mondjuk az is igaz. Akkor hamarabb tönkre menne az aksi. Nem tudom. Hát vannak ügyes mérnökök, csak kitalálnak rá valami megoldást. Nap mint nap fejlődik az egész technológia. Telefonoknál se hittem volna, hogy a C-típusú töltő ennyivel jobb lesz, mint a sima mini USB. És mégis gyorsabb is, és mindegy, hogy dugod be, azt is megoldották végre. Tehát nekem az USB-t az krónikus betegségem volt, hogy mindig harmadszorra találtam be. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Egyelőre biztató. Nem tudom, láttad-e a Elon Musknak az új futurisztikus járművét? jót nevettem, főleg, hogy bemutatón akarták bemutatni, hogy mennyire törhetetlen az üvege, az betörött mindkettő. Ez kész égés volt. De hát... Na... Szerintem... Csak értenek hozzá, hogyha már űrbe küldenek újrahasznosítható rakétákat, meg ott volt az összes Tesla széria, akkor... Gondolom csak szándékosan csinálták ilyen kinézetűre ezt az újféle kocsit. Ez nem lehetett véletlen, hogy így... ilyen dizájnt adjanak neki. Szerintem majd néhány iteráció, azt már úgy kijavítják a hibáit, hogy nem is fognak emlékezni erre a bakira. Legalább próbálkozik az ember.
akik kinevetik, vagy leszarozzák, de helyette nem csinálnak semmit, azok még rosszabbak. Ja, hát nálunk is volt már ilyen a cégnél. Vadonat új dupla betétes üvegajtót betettek. Azt egyik meeting közben becsuktuk az ajtót, pár másodpercre szétrobbant, szó szerint. Szilánkok mindenfelé persze. Jó, annyira nem, csak kipocsogott az üveg. Már ilyen biztonsági üveg volt, de nagyon hangos volt. Jó, hát nem is akarok belevenni a részletekbe. Annyira nem fontos. A mi esetünkben például azt mondták, hogy ez bizonyos százaléka ezeknek a gázüveges ablakoknak, ajtóknak tönkre megy berakás után egy-két hónapon belül. Ha azt kibírta, akkor utána is jó lesz. Igen, a hátsó az sima. Nem tudom alátámasztani, hogy melyik esetekben lenne célszerűbb biztonsági üveget használni sima üveg helyett. Nyilván mind a két megoldásnak van pró és kontrájuk. Budapesten dolgozom egy programozó cégnél. Legalábbis informatikai. Úgyhogy szoftvert gyártunk. És maradt az eső szépen. Éppen mondom, hogy kár, hogy nem vezették még be a kicsit jobban az időjárás által kifejtett hatásokat. Esős időben lefékezel, akkor kicsit csúszson, vagy nem tudom, havas pályával annyira még nem találkoztam. De mondjuk nekem nincs is meg az összes kiegészítőm. Kelet-európai kiegészítőm van meg. Nem is tudom, talán még egy. Skandináv nincs meg, olasz nincs meg, francia nincs meg. Úgy hallottam, hogy azok is egészen jók. Új terepek, új vidékek. Most nem tudom, hogy az magával hozott új járműveket is. Gondolom igen. Na, az király. Akkor erre is figyeltek, úgy látszik. Most
Epp, gondolkoztam rajta, hogy már jó régóta fejlesztették le az Eurotruckot, meg az American Truck Simulator-t. Nem tudom, hogy mikor terveznek egy teljesen újat kiadni. Most értem, hogy ez még nagyon sok szempontból bővíthető, meg tudnak csinálni DLC-ket, de az új generációhoz már szerintem ez a kinézett grafika nem fog elmenni. Hohaj, versenyzőt lekapcsoltak. Szép. Renault T. Ez lehet. Hát igen, meg hát, hogyha a mai játékokhoz képest nézzük, akkor egy kicsikét már réginek tűnhet. Nem mondom, hogy rossz, csak a kinézete az nem a legfrissebb standardoknak felel meg. Hát egy nagy hátránya lesz, hogyha kiadnak egy új Eurotruckot, hogy annak rohadt nagy gépigénye lesz, és valószínűleg amiatt nem sietik el a dolgokat. Mert iszonyat nagy a világa, és most minden textúrát lecserélni HD textúrákra, meg új shadereket tenni, meg fényhatásokat, az már kicsit meghajtana a videókártyákat, processzorokat. Mondjuk én elviselném, csak lehet, hogy sokan nem. Eddig nem hallottam, hogy Euro Truck 3-ról lenne szó közeljövőben. Mondjuk valljuk be, azért elég kevés cég dedikálta magát arra, hogy szállító kamionos játékot gyártson, úgyhogy vagy ők csinálnak, vagy nem igazán lesz. Mert ugye a sima kocsis versenyzős játékból van egy tonna. Ki szeretné majd egyszer próbálni a Mudrunners-t? Az állítólag ilyen kamionos szimulátor szintén, csak a keleten az erdőkben ilyen mocsarakat kell gázolni és fát kell szállítani. Hát igen, nem tudom, hogy a gyűjtés mennyire menne. Azért egy hasonló játékot legyártani, úgyhogy még jobb legyen, az nem egy-két év. Nagyon sok részlet van, és ez már több éve fejlesztik, meg javítják a hibáit folyamatosan. Tudom. De jó lenne, ha lenne. Azzal egyetértek. Itt is megállítottak valakit. Szégyen és gyalázott. Na ezzel itt előttem mi legyen? Nem sok türelmem van már hozzá.
Persze. Egyszer akarok kerülni, aztán rögtön lekamerázok. Mud. MUD. Runner. Mint futó. Bocsánat, nem, hülye vagyok. Felejtsd el, amit mondtam. Spin tires. Pillanat, megnézem. Ez most már az overrange-ben is. Ja. Ez lesz a neve. Spin tires. Ja, hát igazam volt végül. Ez a teljes neve. Úgyhogy... ezt szívesen kipróbálnám. Na most nem tudom, mennyibe kerül a játék. Spin tires. 10 euró, hát nem vészes. Viszont nem tudom, hallottál róla, de a Windowsnak van olyan akciója, hogy előfizethetsz, és akkor több mint 100 játékhoz hozzáférhetsz havonta, és játszhatsz amennyit akarsz vele, amíg fel vagy iratkozva az előfizetése, ami hát úgy promózzák, hogy az első hónap 300 forint, és utána 1300 egy hónap előfizetés, és abban ez elvileg benne van, vagyis volt többek közt. Én eddig csak a Ubisoftnak a feliratkozó listáján vagyok, mert hát rajongok a nyílt világokért, de hogyha majd kijátszottam azokat a játékokat, amit terveztem, mint a Far Cry-okat, meg az Assassin's Creed-eket, akkor én is szeretnék előfizetni a Windows-os előfizetése. Nagyon sok jó játékot adnak, még olyat is, ami kb. Azon a héten jött ki. Hát igen, úgy nem érdemes, hogyha havonta egy vagy két játékot kijátszol, akkor nagyon megéri a feliratkozás, hogyha utána nem tervezel vele többet játszani, vagy hogyha egy hónapban feliratkozol és ki szeretnél próbálni sok játékot, arra tökéletes. De egyébként nem javasolt. Én most szintén a Uplay-en fő vagyok iratkozva. Assassin's Creed Odyssey-t játszom. Abból csinálok egy végigjátszást is YouTube-on. Az viszont kommentár nélkül van. Csak felvettem, ahogy játszom. A Far Cry 5-öt már letöltöttem, az a következő cím, amivel szeretnék játszani. Utána a New Dawn. Meg a Division 1-2-t már kijátszottam, azokat nagyon szerettem, főleg barátokkal játszani. Megmondom, a Windows-os előfizetésnél láttam egy csomó játékot, ami érdekel. Úgyhogy azokat inkább nem is veszem meg, majd egyszer, ha feliratkozom, akkor majd kitolom őket.
Úgy nézzük, megéri, mert most veszek egy darab játékot 60 euróé, vagy 140, kipróbálhatok 300 forintért. Hülyének is megéri. Jó, igen, az is teljesen érthető, hogyha neked az megvan, akkor az a tied, akkor játszasz vele, amikor akarsz, annyit játszasz vele, amennyit akarsz, nem vehetik el, így megvan rá az esély, hogy már többet nem fogják adni. A Windows-os Store-ban feliratkozol, akkor nem biztos, hogy a következő hónapban azokat adják. Előfordulhat simán, hogy kicserélik másra, éppen azt, amivel legjobban játszasz. Na, ezt is sikeresen lezártuk. Szerintem majd szállítok még egyet. Például Varsóból elmegyünk Katowice-be 7000-ért. Multizni nem igazán tervezek, legalábbis nem az Eurotruckot. Azt sajnálom. Egyszer néztem, hogy hogyan kellene belőni. Hát, az inkább hackkelés, mint telepítés. Mert igazság szerint a játékban nincs multiplayer. Azt mind rajongók csinálták, ha jól tudom. Ja, hát királyi megoldották. Csodálom is, hogy a maga gyártó nem tette bele. Le a kalappa, hogy van ilyen közösség, akik megoldották a hiányát. És az is le a kalappa a cég előtt, hogy megengedték, hogy legyen rá ilyen kiegészítő, amit a rajongók csináltok. Sok céget ismerek, akik egyből elkaszálták volna, hogy mit képzelnek. Hogy ők azt nem támogatják is, hogy le fogják szedni, ha meglátják. Hát, mondjuk azzal speciál megint csak nincsen tapasztalatom. Pro módban még nem játszottam.
Szépen beakasztjuk. Aztán mehet is. Mi ez? Boiler? Reservoir tank. Boiler eladó. Szóval. Hup. Ezt egy kicsikét elhamarkodtam. Ezt én sem gondoltam komolyan. Ez már más. Hat fokozatúval? Hát. Lehet. Meg én speciál a kamionokhoz annyira nem értek, én látom, hogy itt csomó sebesség van, ami nem túl triviális, hogy A2-ből A5-be dobja, meg ilyenek. De vezettem már 6 sebességi kocsit is, mondhatom, hogy elég jó. Kényelmes, főleg, hogy tudod, hogy kevesebbet fogyaszt. Nem már. Most már ezt is tudom. Hát, gondolom, ott már olyan kis eltérés van a egyikről a másikra, hogy felesleges. Tehát. Na, még egy csomószor találkoztam a retarder kapcsolóval is, meg nézegettem is, hogy mi a fene az, de nem jöttem rá igazából. Az talán a motorféknek az ereje, vagy az micsoda? Ha esetleg tudod, én nem tudom, hogy a retarder az mire való. Aztán milyen szűk itt az út.
Értem. Akkor nagyjából jó tudtam. Gondolom azzal lehet szabályozni az ellenállást. Te streameltél már valaha? Szépen lehagyom ezt a lassú szállítót. Valahol el kell kezdeni. Én például nem tartom magamat jónak, sőt kifejezetten nem jónak. De akkor egyszerűen szeretem. Eleinte nagyon furcsa. Főleg amíg nem néz senki. Olyan érzésem van, mintha a saját magamnak beszélnék. De hát attól eltekintve még tök poén. Sőt, nem hitte volna, hogy kb. Az első streamemen valaki be fog csatlakozni, és ennyire interaktív lesz, mint te. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Nem is készültem rá, hogy ilyen sok technikai dolgról fogok beszélni. De ebben az esetben kifejezetten örülök. Hát úgymond, nem a legeslegelső, de amióta újra elkezdtem, azóta az első. Tehát ma streameltem egyet, vagy tegnap is egyet, de azok tesztjellegűek voltak. Mondom, most cseréltem internetcsomagot, és nem tudtam, hogy mennyire fog akadozni, meg hangbeállítások mennyire jók. Úgyhogy néhány próba streamet csináltam, hogy belőjem magamnak. Szerintem ez a szállítmány után lassan majd befejezem. Szeretnék majd mást is csinálni ma még. De napokban szívesen újra fogom streamelni majd. Lehet, hogy nem Eurotruckot, de az sem kizárt, hogy nem azt. Egyelőre élvezem. Volt már, hogy Eurotruckoztam, azt közben annyira fáradt voltam már munka után, vagy iskola után, hogy egyszerűen bealudtam, azt neki mentem a falnak. De elég vicces jelenetek voltak azok. Tehát most így elvagyogatok.
Nem tudom, melyik legyen a következő kamion, amit megvegyek. Igazából ezzel egészen meg vagyok elégedve. Ki tudok vele húzni még néhány kilométert. Néhány ezred. Örülök neki. Mondom, én élőben még nem vagyok olyan jó sofőr. Igazából februárban lett meg a jogosítványom. Azt szüleim vidéken laknak, ott szívesen vezetek, kell ide-oda, amoda. De fővárosban nem szívesen hajtok be kocsival. Igaz, hogy itt vizsgáztam le Budapesten, de... Nem hiányzik nekem egyszerűen az a stressz, meg a türelmetlensége a más embereknek, akik szétdudálják a fejedet, ha nem indulsz pöcre, meg ilyenek. Meg mondom, innét mindent elérek egyszerűen villamossal, busszal, trolival, fél órán belül bárhova eljutok. Ráadásul még garázsom sincs, meg parkolóm sincs, azt itt külön kellene még ráfizetni. Hozzá elég szépen, csak azért, hogy legyen egy placom, ahol ázhat a kocsi, meg belepheti a hó. Úgyhogy amíg nem is szükséges, addig nem is veszek kocsit, minek. Az csak elviszi a pénzt. Nyilván, hogyha külvárosban élnék, vagy nem városban egyáltalán, hanem falun, akkor kénytelen lennék. Munkába járáshoz legalább, meg boltba járáshoz. Így nem. Azért kormánnyal biztos könnyebb bevenni a kanyarokat, itt óvatosan kell nyomkodnom a billentyűzetet is, csak ilyen bizonyos fokokban tudok kanyarodni, ami ilyen nagyon szögletesnek tűnik. Nem folyamatos. Na hát majd akkor legközelebb, ha veszek, akkor majd azok közül nézek valamit. Egyébként én folyamatosan használom a hogy hívják ezt, tempomatot. Én nem szeretem folyamatosan nyomkodni a gázt. Pedálon nyilván másabb. Na hát, kíváncsi leszek akkor.
Van YouTube csatornám is, az a videó alatt a link megtalálható. Szoktam játszani más játékokat is. Dark Souls 3-at például kijátszottam, a boss jeleneteket mint felvettem, feltöltöttem. Meg éppen az Assassin's Creed Odyssey-t játszom. Most már egy 40 órát beletoltam. Minden nap 9 óra 30-kor kiszoktam rakni az új videót. Fel van töltve már vagy 30. Most jött ki a 16-dik, azt hiszem. Azt így próbálkozok kicsit. Kihasználom a gépem adta lehetőségeket. Milyen szép a naplemente a tükörben. Már csak ezért is megéri játszani ezt. Várjál, most elolvasom, mit írtam. Akkor érdemes volt váltani, igaz? Hát mindig van ez a megszokási fázis. Az ember megszokja, akkor már jobb. Én például ezt már egészen jó megtanultam vezetni szerintem, hogyha majd veszek másikat, akkor hasonló cipőbe járok majd. Szokatlan lesz is, furcsa, meg majd biztos sokszor neki megyek valaminek. Ezt még leparkolom, és akkor mai streamnek konyec. Elsőre egészen jónak sikerült, mondhatnám. Legalábbis én elégedett vagyok. Rosszabbra számítottam. Nyilván. Milyen jogosítványt szeretnél csinálni? Kamionvezetőit? Bíset. Elféreként. Jaj, megint nem jó indult. Túlmentem. Picit.
Ez se lett tökéletes. Jó van, elfogadjuk. Nekem elég jó. Na, az egy, szerintem egy szép szakma. Nekem van egy-két kamionsofőr ismerősöm. Azok viszont elég jól keresnek. Ezt mondhatom. Egyik sem nélkülőzik. Az egyik nagy hátrány viszont az, hogy mindig úton vannak, úgyhogy a, főleg ha hosszú távokra mennek, így a család az egy kicsikét háttérbe szorul. Sajnos. Kamionsofőrök keveset vannak otthon. Utána is lehet kamion sofőrködni, csak talán érdemesebb rövidebb távokra. Na jó, ezt a rövidet még megcsinálom. Vagy... Jaj, ez fizetés. Na jó, ezt az egyet még lehajtom. Hát az nem jó. Az kifejezetten... Nem jó. Feleségnek is nehéz egyedül otthon nevelni a gyereket. Háztartást csinálni. Bevásárolni mindent egyedül. Megint eltévedtem. Nos igen, belföldön nem tudom mennyire fizetik meg, de elvileg még az is egészen jó. Hát én a B kategória vezetői engedélytől eléggé rettegtem, meg gyomorgörcse mentem órákra vezetni. Mert itt Budapesten kellett vezetnem. És már a legelső órán, amikor az oktatóm fővezetett a főútra, teljesen engedte, hogy úgy vezessek, ahogy én akarok, és persze kezdőként háromsávos úton jobbra soroltam, úgyhogy nem néztem a jobb tükörbe. Azt rálépett a vízfékre. Először megijedtem, hogy most mit csináltam rosszul, persze leordított. Utána meg kellett vele értetnem, hogy legközelebb ilyet ne csináljon, hogy engedje, hogy fejből észnékül vezessek, hanem szóljon még, mikor már észrevette, hogy hibázok, ne amikor már hibáztam. Úgyhogy azt kifejezetten nem szerettem. Inkább mondtam neki, hogy első néhány 8-10 órában mondogassa folyamatosan, mit csináljak, hogy már berögződjön belém, mielőtt elkövetném a hibát, nem miután elkövettem. Igen, az oktató is. Hát én hosszú ideig húztam egyébként. Nekem az oktatóm nem volt egy kifejezetten jó tanár,
és kevésszer is ért rá, sokszor áttetette az óráimat, így majdnem egy évig csináltam a jogosítványt, mire végre vizsgázhattam, mert úgy nézett ki, hogy a legelső bevezető órám után, mikor megmutatta, hogy a kocsit hogy kell ellenőrizni, az fél órás volt, utána elment egy hónapra Angliába, majd visszajött nyáron, akkor két alkalmat vezettem, utána én költöztem át az egyik városrészből a másikba, meg csináltam a diplomamunkámat, akkor nekem ki kellett hagynom egy hónapot, mert egyszerűen túl stresszes volt az az időszak. De közben dolgoztam is már. Akkor karácsony előtt valamennyit vezettem, és szint januárban nyomtuk meg kicsit az órákat, hogy februárban levizsgázhassak. És 2018 áprilisában iratkoztam be. És csak 19 februárjában lett meg a jogosítványom. Igaz, hogy egyből meglett a vizsgám, első vizsga alkalomkor. De pont mire egy kis rutint szereztem, megint elfelejtettem, mert egy hónapot kihagytunk. És persze ritka volt olyan óra, amikor nem fulladtam be. Már az még nem is volt akkora gond. Hanem maga, nem voltam maga biztos. Egyszerűen féltem a volán mögé ülni, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó. Szép. Ezt épp hogy megúsztam. Hát igen, igen. A visszapillantó nélkül nem lehet közlekedni. Ezt ugye azután nagyon-nagyon jó megtanultam. Az tény. Főleg nem nagyvárosban. De jobban örültem volna, ha nem így tanulom meg. Mindenképp érdemes egy jó oktatóhoz menni. Az idegességből sokat le tud faragni. Igazat megmondva, én egy picikét meglepődtem, amikor hallottam meséket ismerősöktől, munkatársoktól, hogy nem ismernek olyan embert, aki átment volna vizsgán egyből, hogy ne fizetett volna egy kis hálapénzt. Én teljesen csak az órákat fizettem ki, amelyeket lehallgattam. Az se az oktatónak, se a vizsgabiztosnak nem csúsztattam oda semmit. Teljesen korrekten írta a hibáimat, amiket csináltam. Egyébként nem sokon múlott, hogy megbukjak. De egyből letettem, szerencsére. Úgyhogy létezik ilyen. Másik dolog meg, az elsősegély vizsga, attól egy kicsit paráztam. Én arra úgy tanultam, mint bármilyen másmilyen vizsgára.
leültem és tanultam a kötésmódszereket, meg a baleset fajtákat, hogyan kell kezelni bizonyos helyzeteket. Tudtam, hogy ott a bukási arány némely helyeken alacsonyabb, némely helyeken magasabb. Én úgy hallottam, ahol én voltam, hogy ott viszonylag szigorúan nézik. És valóban aznap, mikor vizsgáztam, előttem hárman megbuktak. Nos, amit tudni kell az első segélyvizsgáról, az az, hogy újraéleszteni kell tudni mindenképp, az nem opcionális. Be kell tudni mutatni, hogy a lépéseket szóra is mondani kell, hogy miket csinálsz egy újraélesztés során, és megvan, hogy milyen sorrendben mit kell tenni. Azt értékelik, és hogyha az megvan, akkor az ember húz úgymond tételt, vagy kettőt is. És azok meg ilyen szituációk, hogy baleset történt, ilyen sérültet találtunk az út testen, mit kell vele tenni, vagy mit tudunk tenni, hogy első segélyt nyújtsunk neki, törött lába van, vagy törött keze, vagy gyanakszunk rá, hogy belső vérzése van. És azokat már csak szóba kell elmondani, kivéve ha valamilyen vérző sebet vagy tört végtagot kell ellátni, ott kötést szoktak kérni, hogy azt mutassunk be valakin. Nekem szerencsém volt, mert csak az újraélesztést kellett csinálnom. Volt egy égési sérülés, meg volt egy vénai vérzés, viszont nem kérték a kötözést, hogy abban az esetben hogy kell ellátni a beteget, és mik a lépések, ugye mindegyik végén azt kell mondani, utána hívom a mentőket, mert ez csak elsődleges elsősegély, amíg a szakképzett emberek nem veszik át tőled. Maga a vizsga az nagyon rövid volt. Talán ha volt 10 perc. A forgalmi vizsgánál meg szintén kell húzni tételt, miután ellenőrizted a kocsit a vizsga biztos előtt. Majd beültök, kitöltesz egy papírt, hogy nem fogyasztotta alkoholt, vagy tudatmódosító szereket. Akkor húzott veled egy tételt, amely tartalmaz egy útirányt, amit majd be kell járni, amit az oktatód valószínűleg tudni fog már, ismerni fog. Hoppácska, itt Lamborghini. Azon kívül lesz kettő feladat, amit el kell végezni. És azon mellett még nyilván kell tudni szabályosan közlekedni a forgalomban. Ezek a manőverek, amiket kérhet a vizsgáztató, az Y megfordulás, az egy íven való megfordulás, és tudtam, ez a kettő. A parkolásoknál viszont van egyenesen jobbra, egyenesen balra, hátrafele jobbra, hátrafele balra, illetve párhuzamosan jobbra és párhuzamosan balra. Nekem szerencsém volt, mert az Y megfordulást kellett elvégeznem, ami
azt jelentette, hogy olyan úton kell megfordulnom, ami viszonylag keskeny, tehát nem extra nagy szélességű sáv, és akkor akár kettő vagy három alkalommal is kell tolatni, meg kicsit mozogni, hogy el tudjam végezni azt a manővert. Az egyéven való megfordulást meg csak ott lehet elvégezni, ahol kellően széles az úttest, és hogyha nem elég széles, ahol szeretnéd elvégezni, akkor mondja a vizsga biztos, hogy köszönöm szépen, ezt itt nem tudod elvégezni. A parkolások meg viszont csak annak számítanak, helyesnek, meg elfogadhatónak, hogyha kettő személygépjármű közé parkolsz párhuzamosan. Illetve, hogyha a párhuzamos parkolást kell elvégezned, akkor mindenképp, hogy párhuzamosan kell parkolnod a patkához képest, illetve kettő közé, kettő kocsi közé, tehát nem lehet úgy, hogy előtted nincs senki, vagy mögötted nincs senki, csak beállsz, hanem az kitétel, hogy mindig két jármű közé kell beállni. A vizsgán megszabad fullasztani a motort több alkalommal is, de azt hiszem, hogy a harmadik vagy a negyedik alkalom az már bukásnak számít, mert megvan az a lista, amit a vizsga biztos húzogat, strigulákat, miket vítettél. Túl sokat vítettél, összeadja, akkor nincs meg a vizsga, hogyha meg belefért, akkor megvan. El kell, hogy fogadják. Másik még az elméleti vizsga, én arra elég sokat tanultam. Nyáron. A munka után általában. Hála Istennek már elektronikusan lehet. Hát én konkrétan kétszer fulladtam le, úgyhogy pont szerencsém volt. De ezt annak köszönhetem, hogy a vizsgabiztos egy 110 kiló fölötti férfi volt, és én egy kis Renault Clio-t vezettem, és mikor ugye tanultam vezetni, akkor úgy tanultam megvezetni, hogy hátul nincsen semmilyen teher. Persze az emelkedő meg a lejtőn érezhető volt a plusz súly, ezért kevesebb gázzal akartam elindulni, mint ahogy szoktam. És emiatt befulladt a motor, mert nem számítottam rá, hogy hozzá kell számolnom, hogy ott ül valaki hátul. De ura voltam a helyzetnek szerencsére. Még olyan hibák miatt is buktathat az oktató, amikre nem is számítottam. A vizsga után odakaptam a értékelő lapot, hogy milyen pontok alapján értékelt, és meg voltam döbbenve. Például a vizsgán, hogyha rosszul használod az irányjelzőt, akár egy helyen is, az rögtön bukás. Tehát nem lehet kanyarodni úgy, hogy nem tetted ki az irányjelzőt. Illetve parkolásoknál is, meg megfordulásnál is sűrűn kell használni, hogy éppen melyik irányban közlekedsz. De ezekre általában felkészít az oktató, viszont ilyen részletekben nekem például nem ment bele. Nem láttam soha előtte ezt a lapot. A másik halálos bűn az, hogyha lámpánál
nem állsz meg a vonal előtt, hanem ha ráállsz a vonalra, vagy éppen kicsikét túlmenti a vonalon, pirosnál, akkor azt nem nézik el, az hiba. Nem szabad beragadni a forgalomba. Tehát fel kell tudni becsülni, hogy átfér-e az ember még a pirosnál, vagy amíg zöld, vagy nem. Tehát mindenféleképp érdemes a vonal előtt megállni, még akkor is, ha zöld van, de láthatod, hogy előtted még nem tudnak jól közlekedni. Mert ha nem érsz át időben, akkor bukás. Nyilván valós életben ez már nem ilyen, miután megvan a jogosítvány, sokan még átcsusszannak, meg beragadnak a zebrán, az semmi bajuk nincs, senki nem bünteti meg őket. De vizsgán azt nagyon-nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Nekem pont nem volt szerencsém abu szempontból, hogy még tanultam vezetni, alig néhány alkalommal volt gyalogos, meg biciklis. Természetesen a vizsganapomon annyi volt a biciklis, gyalogos és a babakocsis kismama, hogy annyit még életemben nem láttam. És persze ott is, ha nem adod meg az elsőbséget a gyalogosnak, akkor az nagyon negatív pont. Megérkeztünk a farmra. Mit is hoztam? Ez csak egy egyenes leparkolás lesz itt. Fűrészport vagy forgácsot hoztam. Gondolom az állatok alá teszik. Egy pillanat, egy kicsit lemaradtam az üzeneteiddel. Mindjárt elolvasom. Hát, hogyha van egy kereszteződés, ahol jobbra irányt jelzel, de még egyenesen kell menned. Hát, az nem szeretik, ha rosszul indexelsz. Az megint csak a vizsgáztatótól függ is, hogy mennyire elnéző. Ezt javítom. Ja, egyébként a parkolásnál szabad javítani többször is. Hogyha nem sikerül egyből beállni a szög miatt. De hogyha olyan parkolóhelyet választasz, ahova büdös életben nem fog beférni a kocsid, az rögtön bukás. Tehát az van, hogy parkolást javítani szabad, de újra megkísérelni nulláról nem szabad.
Nem hiszem el. Ez nem ment be. Egyszerűen olyan sötét van, hogy nem látok oda. Na most csak jó lesz. Ennyi. Egy centit se tovább. Királyság. Szinted léptem. Nem is tudom, mit válaszok. Ez csak 5%-ot ad. Ez is 5-öt. Ez 3-ot, meg 5-öt. Hát a túl hosszú utakat nem is szeretem annyira, úgyhogy... Talán a törékenységre menjek. Hát akkor legyen ez. Királyság. Igen. Nagyon résen kell lenni vezetés közben. Az egy kicsikét lehet, hogy hátrány lesz számodra, hogyha már van némely tapasztalatod vezetésből, forgalomban. Amikor már kezdesz tanulni, akkor jóformán jó lesz, ha a rossz szokásaidat elfelejted. Mert azokat vizsga közben nem csinálhatod. Ha már meg lesz a jogsít esetleg, de vizsgál nem. Na, ezzel akkor egyúttal be is szeretném fejezni ezt a streamet. Nagyon szépen köszönöm, Gecsei 42, bejöttél, beszélgettünk egy jót. Remélem még találkozunk. Feliratkoztál, így majd kapsz értesítést, amikor élőben leszek. Aztán kívánok minden jót. Rendben, na, hello.